A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Köszöntöm Önöket, ez a Közügyek, élőben a Pannon Televízióban. Zentán ma magyar gazdasági napot tartottak, magyarországi és vajdasági vállalkozók vettek részt az előadásokon, emellett lehetőség volt arra, hogy tapasztalatot cseréljenek, hogy kapcsolatokat építsenek. Hamarosan a stúdióban beszélgetünk arról, mi mindenre ad lehetőséget egy-egy ilyen rendezvény. Megtudhatják azt is, hogy mi mindennel készül október végére a 130 éves Bács-Gyula falva. Foglalkozunk még a diploma honosítással, az eddigi tapasztalatokkal és buktatókkal, valamint bemutatkozik a Pannon Rádió vasárnap jelentkező kívánság műsora is. Tartsanak velünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek magyarországi vállalkozás képviseltettem a magát Zentán a Magyar Gazdaság Napja elnevezésű rendezvényen. Először mutatjuk a híradós bejátszást. Magyaros Sándor Szegedről érkezett Zentára. A Magyar Gazdasági Napon 4 céget, fahordót, biomalmot, fajátékot, konyhai eszközöket gyártó vállalkozást képviselt. Szerinte több okból is jó piacnak számít a vajdasági. Az egyik a kulturális, meg hogy az, tehát a szomszédos ország, tehát a távolság miatt, a másik, meg hogy ugye mindegyik országnak mások a hagyományai. A vállalkozók szerint legyen szó fáról vagy fémről, az egyik legnagyobb konkurenciát a kínai áruk jelentik. A két ország vállalkozói között azonban jó az együttműködés. A 13 év alatt azt tapasztaltam, hogy minden a legnagyobb rendben megy, lehet ugye fejlődni egy cégnek. A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara idén 5. alkalommal szervezett gazdasági napot Szerbiában, most Zentán. A polgármester bízik az együttműködés folytatásában. Ezen a tanácskozáson hallhatunk ötleteket, kapcsolatok teremtetődnek, amik utána a gyakorlatba is eredményeket hozhatnak a községünknek. A szervezők egy kiadványban gyűjtötték össze azt a 40 magyarországi vállalkozást, amelyek részt vettek a zentai Magyar Gazdasági Napon. Ezekhez nyitott a kapcsolat, tehát mindegyik valamilyen soron vajdasági szerbélyi partnert keres. 2013 első fél évében Magyarország 44 millió eurót fektetett Szerbiába, ezzel az idei év eddigi legnagyobb beruházója az országban. Olyan kis és középvállalkozásoknak adjunk lehetőséget, akár a bemutatkozásra, akár a kapcsolatteremtésre, akik önállóan valószínűsíthetően nem tudnak erre áldozni, és ezért bizonyos anyagi terheket a kamara átvállal az ilyen rendezvényekkel. Szerbiában több mint 400 magyar cégnek van képviselete, ugyanakkor csak néhány szerbiai cég fektetett be Magyarországon. A stúdióban pedig a téma kapcsán köszöntöm vendégeinket, Jenizse László, a Kárpát régió üzleti hálózat szabadkai irodavezetője, Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes, illetve Gics László, magyarországi vállalkozó. Először önt kérdezem, itt a bejátszásban azt láthattuk, hogy a magyarországi vállalkozók elégedettek a szerbiai piaccal, ugye azt mondják, hogy földrajzilag, illetve kulturálisan is közel áll Magyarországhoz, így könnyebb a vállalkozóknak. Ön mit tapasztal? Hát kezdeném azzal, hogy örömmel hívtak bennünket, és mi szívesen jöttünk. Jó járt Miklós úr jó voltából, ez már egy hosszú folyamat, évek óta vannak történések, és bizony eredményesek is. Minden egyes ilyen rendezvény közelebb hozza a határon túli vállalkozások lehetőségét a magyar befektetőknek is. És nem csak konkrétan befektetésről, hanem bizonyos piac, illetve marketing megteremtéséről is kell, hogy szóljuk. Ma a vállalkozók kérését fogalmaztam meg, én Békés-megyei vagyok, és a Vállalkozók Pártja elnöke, és mi azt szeretnénk, ha úgy, mint akár Riádban, Isztambulban, a létrejövő kereskedőházban a magyar kormány lehetőségét biztosít a vállalkozóknak a megjelenésre, mi szeretnénk azt kérni,
hogy a Vajdaság területén szintén ezt a lehetőséget megragadhassuk, illetve még azt, hogy ezt a nagyon jól működő magyar-szerb kereskedelmi kamarát valamilyen módon preferáltan helyzetbe hozzuk ebben a kereskedőházban. Egyébként ez egy régi álma már a vállalkozóknak, hiszen az Interreg pályázatok révén már évek óta nagyon jó a kapcsolat a két ország vállalkozói között, ezt még ugye bizonyos gasztronómiai fesztiválok is megerősítik. De a vállalkozásoknak is, azon kívül, hogy ugye a vállalkozások mindkét országban tőkeszegények, problémával küzdenek, ma már talán a pénztelenségnél is nagyobb problémaként jelentkezik a piac. Tehát ha mi egy biztosabb, biztonságosabb, lefedett pénzügyi háttérrel rendelkező piacot tudnánk biztosítani, és hangsúlyozom, és eddig mindig ugye a kis vállalkozókat említettük, én hagy egészítsem ezt ki, és a tartományi titkár helyettes úrnak szeretném figyelmébe ajánlani, hogy mindig tegye hozzá jó szívvel, ne csak a kis vállalkozókról beszéljünk, hanem a mikrovállalkozókról is, hiszen ezek ma a vállalkozások motorjai. Nem tudom, hogy riporter, hogy tudja-e, hogy ma a vállalkozások több mint kétharmadát a mikro és kis vállalkozások teszik ki, és a foglalkoztatók száma is innen ered. Tehát ez egy potenciálisan frekventált kérdés kell, hogy legyen, mert a munkaerőpiaci helyzetét is mindkét országba fogja befolyásolni, és a határ közelsége, a piac igénye, és most nem akarok itt példálozni, hogy az önök egyik szomszédja és a mi egyik szomszédunk ugye a közeljövőben lett az Európai Közösség tagja, és gondolom ezt önök is szeretnék, és ennek egy igen jó feltétele és lehetősége, és ezt meg kell ragadni, a magyar és a szerb üzleti kapcsolatok építése. A mi vállalkozóink már bizony elég sok rögös utat kijártak, és nap mint nap konfrontálódnak, és ezeket a tapasztalatokat, lehetőségeket szívesen megosztják a helyi vállalkozókkal. Köszönöm a türelmet, én már nem akarok többet szólni. Ugye a Kárpát-régi üzleti hálózat is pont azzal foglalkozik, hogy a magyarországi vállalkozókat öntől idézem helyzetbe hozza Szerbiában, illetve hogy az itteni vállalkozóknak segítsen a magyarországi piacon. Egy-egy ilyen alkalom, mint most ez az entai rendezvény, azt hiszem kiváló alkalom erre. Igen, mindenképp ilyen rendezvények különösen jó alkalmak arra, hogy a vállalkozók egymás közt is megismerkedjenek, és direkt felvegyék a kapcsolatot egymással, esetleg valami üzletet megbeszélnek akár a helyszínen és alapokban. Mindenképp tehát a célunkat szolgálják az ilyen rendezvények, és megkönnyítik a mi dolgunkat is úgy szóval. A tartományi titkárság is mindig részt vesz ezeken az ilyen jellegű rendezvényeken, és közvetlenül kapcsolatba kerül a vállalkozókkal. Mit tapasztalnak? Mennyire nyitottak a magyarországi vállalkozók a szerbiai befektetések iránt? Egyre nyitottabbak, és nagyon nagy számú azoknak a vállalkozóknak a száma, akik visszatérnek, és úgy a szabadkai nagybecskerek és most az entai lehet kiállításon, üzletember találkozó magyar gazdasági napon részt vesznek, és egyre inkább operatív, konkrét megbeszélések is folynak, úgyhogy ezt én örömmel tudom nyugtázni. Számunkra fontos az, hogy a kis és középvállalkozásokat helyzetbe hozzuk, és a mai napon is azzal kezdtem, illetve az is benne volt ebben a mai bemutatkozásban, és a mikro és családi vállalkozásokat is ideértjük. Nagyjából 27 000 vállalkozás van Vajdaságban, ma ennek 98%-a kis és középvállalkozás, és ennek a nagy része család és mikrovállalkozás. Ők reagálnak leginkább, legjobban a turbulens gazdasági helyzetekre, és az, hogy
700-al több vállalkozás működik már az idei év első felében, mint a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy életképes ez a szektor, vagyis egy kormány számára ezért is fontos az ő helyzetbehozásuk, akár visszanemtérítendő támogatások formájában, akár kedvezményes hitelek formájában. Én erről az intézményrendszerről, azokról a titkárságokról és intézményekről beszéltem, és azt próbáltam föltenni, milyen lehetőségek kínálkoznak. A pályázati lehetőségekről beszéltem, hogy a turizmus, a kézműves vállalkozások, vagy akár az eszközöket beszerezni kívánó, vagy nyersanyagokat beszerezni kívánó vállalkozások számára milyen lehetőségek voltak az idei évben. A pályázataink már lezárultak, viszont ez alapján lehet tervezni a jövő évet is. Azt hiszem, hogy a Magyarországról érkező befektetők nem feltétlenül konkurenciát jelentenek az itteni vállalkozásoknak, hanem egyfajta segítséget is. Mindenképpen együtt tudnak működni, és az a lehetőség, az a helyzet, amiben ma Szerbia és Vajdaság van az európai integráció útján, amikor még ezek a török, orosz, kazak piacok is elérhetők, de ugyanakkor az Európai Unióval is kereskedelmi megállapodás, mert ez több mint 2,5 milliárd dolláros piacot, illetve kereskedelmet jelent már az idei első felében, akkor azt mondom, hogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy együttműködjünk. Nem beszélve arról, hogy egyetlen egy vállalkozásunk sem, még ha olyan közepesnek vagy nagynak gondoljuk, sem alkalmas arra, hogy minden ilyen lehetőséget és nagy piacot meg tudjon hódítani, és az, hogyha egy kis Európai Uniós támogatás, egy kis Európai Uniós tudástranszfer is társul, akkor azt gondolom, hogy szinergikus összhatást tudunk elérni, és együtt meg lehet támadni pozitív értelemben ezeket a nagyobb piacokat. Gazdaságokat. Így van. Az adatok szerint, hogy a Szerbiában több mint 400 magyar cégnek van képviselete, ugyanakkor csak néhány szerbiai cég fektet be Magyarországon. Mi lehet ennek az oka? Már eleve Szerbiában is kevés a vállalkozó, vagy? Hát nem, vannak vállalkozók mindenképp. Mi tényleg azon igyekszünk, hogy tehát amikor jönnek megkeresések hozzánk Szerbiából is, hogy úgy szóval becsatornázzuk őket Magyarország felé, tehát a megfelelő kamarai rendszereken keresztül, a különböző minisztériumokon keresztül keresünk partnereket. Tehát a konkrét projekttel jönnek emberek hozzánk megkeresésre, akkor igyekszünk erre keresni magyarországi partnert, és ezáltal megkönnyíteni az ottani piacra jutást, esetleg közös együttműködés, közös cégalapítást. Akkor további sikeres együttműködést kívánok. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Gulyás Gergely, magyar országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezető helyettese volt ma a Magyar Kanizsai Önkormányzat vendége. A találkozó apropója az volt, hogy jövőre a határon túli magyarok is szavazhatnak az anyaországi választásokon. Persze azok, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal és regisztráltak a névjegyzékre. Gulyás Gergelyel riporterünk Bödő Sándor beszélt Magyar Kanizsán. Nagyon fontos az, hogy az itt élő, egyébként még az Európai Unióhoz az állampolgárság szintjén nem tartozó magyaroknak lehetőségük van arra, hogy megszerezzék a magyar állampolgárságot, és ezen keresztül az Európai Unió állampolgáraivá is váljanak. Ugyanakkor az is fontos lenne, hogy tudjunk olyan lehetőségeket biztosítani, hogyha lehet, akkor helyben maradjanak, és itt tudjanak munkát vállalni, és a gazdasági nehézségek Vajdaságot, illetve Szerbiát is elég erősen sújtják, legalább annyira, mint Magyarországot, de lehet, hogy még jobban is. Ezért, ahogy az első 4 éves kormányzásunk feladata az volt, hogy a korábban az állampolgárságot kísérő vitákat lezárjuk, és egyértelművé tegyük, hogy aki a magyar nemzethez tartozik, annak joga és lehetősége kell, hogy legyen a magyar állampolgárság felvétele, és természetesen a választójog gyakorlása is, amire mindenkit szeretnék buzdítani. Addig a következő 4 év nagy feladata az, hogy a gazdaság területén is a kapcsolatokat, a magyar-magyar kapcsolatokat megerősítsük. A magyar kanizsai polgármester úrral és természetesen többet magukkal a németországi választásokat kísérték figyelemmel. Van-e mit tanulni tőlük? Van-e, amit esetleg át kell vagy át lehet hozni akár a magyar választásokra, akár teszem azt hozzánk? A német politikai életből sok mindent át lehetne hozni. Én most ahhoz nem vagyok elég bátor, hogy a vajdasági közéletben általam valamelyest ismert viszonyokat minősítsem, de a magyarországi közéletet viszont merem, tehát nyilván a német politikai kultúra
és az ottani politikai közélet és a pártok egymáshoz való viszonya az fényévekkel jobb, mint amit mi Magyarországon nap mint nap megtapasztalunk, és jó lenne ebben fejlődni, de hogyha azt nézzük, hogy egy párt mennyire szervezett választásokon, mennyire tud mozgósítani, miként tartja a kapcsolatot a választóival, akkor azt jó szívvel mondhatom, hogy a Fidesznek nincs sok tanulnivalója ilyen szempontból a CDU-CSU-tól, mert ugyanezeket a technikákat, amikkel ők is élnek, mi is ismerjük és gyakoroljuk, és valószínűleg még hatékonyabban is tesszük. Tehát ami a választási előkészületeket illeti, ott úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk. Azt szeretnénk egyébként, hogyha, és itt most pártoktól függetlenül szeretném mondani, hogy nagyon örülünk annak, hogyha a választásokon való részvétel itt a Vajdaságban is magas, függetlenül attól, hogy ki melyik pártot támogatja, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy jelzés lesz. A magas részvétel az egy jelzés lehet arra vonatkozóan, hogy az itt élők is úgy gondolják, hogy örülnek annak a közjogi köteléknek, ami Magyarország és a határon túli magyarság között az elmúlt 3,5 évben létrejött. A sajtótájékoztatón említette, hogy az állampolgárság megadása és ezzel később a választójog megadása 2010-ig megosztotta Magyarországot, 2010 óta viszont összetartja olyannyira, hogy még az ellenzék is támogatja ennek a törvénynek az elfogadását. Az ellenzék viszont sok minden másban nem ért egyet a Fidesszel és a kormánypártokkal, hiszen elég szélsőséges megnyilvánulásokkal tiltakozik, vagy próbál tiltakozni, sőt hergelni a polgárokat a kormánypártok ellen, elsősorban a Fidesz ellen, aminek ugye hát talán még következményei is lesznek, hiszen hát, hogy is mondjam, kicsit az emberi méltóságába is belegázoltak, akár a kormányfőnek, akár más politikai személyiségeknek, hogyan értékeli ezeket a megnyilvánulásokat, akár a Magyar Szocialista Párt, akár az Együtt Koalíció részéről. Én úgy gondolom, hogy a magyar közéletnek, ahogy említettem is, van elég sok negatívuma, ezért könnyű a pozitívumokat észrevenni. Valóban ilyen pozitívum volt az, hogy noha amíg az MSZP volt hatalmon, addig kifejezetten megakadályozta azt, hogy a határon túli magyarság állampolgárságot kaphasson, de legalább akkor, amikor mi kerültünk kormányra, és egyébként az ehhez szükséges többségünk nélkül is megvolt, akkor végül úgy döntöttek, hogy ők is támogatják az állampolgárság, kettős állampolgárság intézményének a kiterjesztését. Ez szerintem fontos, és ugyanígy fontos, hogy a választójog megadását ugyan nem támogatták, de utólag azt mondják, hogy elfogadják ezt a rendszert, és ők sem változtatnának rajta. De sajnos itt a pozitívumok véget is értek, és azt mondhatjuk, hogy az a küzdelem, ami már most láthatóan megkezdődött a jövő tavaszi választások előzményeként, az egy minden korábbinál durvább és brutálisabb választási kampányt vetít előre. Mi azt szeretnénk kormányzó pártként, hogyha valóban az elmúlt 3,5 év eredményeiről szólna ez a kampány, de azt látjuk, hogy a politikai ellenfeleink, elsősorban az MSZP abban érdekelt, hogy a választást vagy undorba, vagy botrányba fullassza. A Fidesz, vagy akár a Kereszténydemokrata Néppárt tervez esetleg kampányolni a határon kívül is majd. Elsősorban azért kérdezem ezt, mert én, ahogy látom a jelen helyzetet, itt talán Szerbiában, illetve a Vajdaságban ez nem is ütközne különösebb nehézségébe vagy akadályba, ellenben Romániában vagy Szlovákiában elég nagy tiltakozás fogadta ezt, ennek még az ötletét is. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért elsősorban a helyi magyar közösségek igényére kell tekintettel lenni. Tehát ahova bennünket hívnak, oda örömmel megyünk, viszont senkire sem akarjuk ráerőszakolni saját magunkat. Tehát hogyha kapunk meghívást, és az ott élő magyarok úgy ítélik meg, hogy nekik fontos, hogy ne csak a médián keresztül találkozhassanak a magyar politikai élet szereplőivel, hanem személyesen is, akkor el kell menni, és nekik minden tájékoztást meg kell adni. Ha pedig erre az ön által említett okokból nem tartanak igényt, akkor nem kell senkinek sem erőszakot venni, és ott személyes megjelenéssel terhelni esetleg a többségi nemzet és a magyar közösség közti viszonyokat. De ha a magyar közösségnek van rá igénye, akkor ez a döntő, és nem az, hogy egyébként az ottani többségi nemzet mit gondol erről, mert mi úgy gondoljuk, hogy természetesen mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját nemzetéhez tartozó politikusokkal kapcsolatot tartson. Rendezett közjogi viszonyokon túl más kapcsolatok létrehozását is szükségessé tenni a határon túli és az anyországi felek között, és ez a látogatás is, és az ilyen látogatások is általában ezt a célt szolgálnák. A mai látogatásának esetleg van-e elképzelése, milyen hozadéka lehet akár magyar kanizsa szemszögéből is? Már csak azért kérdezem ezt, mivel, hogy ünnep előtt állunk.
Én azt remélem, hogy önmagában az mindig hozadék, ahogy nekem is hozadék, hogy itt lehetek, és azt láthatom, hogy egy negyedmilliós magyar közösség Szerbia területén él és a saját kultúráját ápolja. Úgy az is mindenki számára egy öröm, hogy ez a kapcsolattal, erre a kapcsolattartásra mindkét fél részéről van igény. De ami gyakorlati haszon is lehet, az az, hogyha tudunk arról, hogy itt milyen gazdasági lehetőségek vannak, milyen előnyei vannak az itteni befektetéseknek, milyen területen van jól képzett munkaerő a vajdasági magyarok körében, akkor természetesen a magyar döntéshozók, gazdasági döntéshozók felé is ezeket az információkat továbbítani tudjuk, és ez lehetőséget ad arra, hogy olyan magyar-magyar befektetések jöjjenek létre, amiből a határon túli magyarság is tud profitálni, és ami lehetővé teszi azt, hogy a saját szülőföldjükön tudjanak boldogulni azok, akik egyébként magyarként itt élnek délvidéken, és akik magyar nyelven tudnak esetleg felsőoktatásban diplomát szerezni, és sokszor azért kényszerülnek arra, hogy Magyarországon vállaljanak munkát, vagy rosszabb esetben még tőlünk is nyugatra, mert itt nem kapnak a képzettségüknek megfelelő munka lehetőséget. Ezen a helyzeten kellene valahogyan túllendülni, és erre kellene olyan orvosságot találni, ami a magyar gazdasági kapcsolatok megerősítésével szerintem lehetséges, és az lenne a cél, hogy a közepes és nagy vállalkozások Magyarországról fektessenek be ebbe a térségbe is sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy az most megtörténik. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Bence ügyintézni indul a városba. Jól tudja, nem elég, ha csak otthon, társaságban vagy a boltban beszél magyarul. Ahhoz, hogy a magyar nyelv ne szoruljon vissza, hivatalos helyeken is használni kell. Bence ezért magyarul szólal meg a hivatalban. Magyar nyelvű űrlapot kér, és magyarul tölti ki. Ha nem értik, magyar ügyintézőt kér. Még akkor is, ha ezzel gyakran a nehezebb utat választja. A magyar nyelv hivatalos. Használd! Ha nyelvi jogsértés éri, haladéktalanul értesítse a Magyar Nemzeti Tanács közigazgatási hivatalát. Szabadka, Ágó Mamusics utca 11, második emelet, telefon 024 524 534, e-mail office@mnt.org.rs, honlap www.mnt.org.rs. Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. Elkezdődött az ünneplése a 130 éves Bács Gyula falván. A magyarok nagyasszonya plébánia templomban búcsút tartottak, október utolsó hétvégéjén pedig egy kétnapos rendezvény sorozat lesz, sőt készül például egy CD is helyi népdalokkal. A stúdióban pedig köszöntöm Keszik Kornél tanácselnököt, Égető Évát, a Petőfi Sándor MME elnökét, illetve Juhász Gyulát, aki a VMMI népzenei munkatársa, majd kiderül, hogy miért is vagy itt. Először is kezdjük azzal, hogy mi minden lesz a 130 éves évfordulón október végén, mivel készül a település. Először is szeretném üdvözölni a Pannon Televízió nézőit. Bács Gyula falva, nyugat-bácskai magyar település. A 130-as évfordulót ünnepli a település, és ez alkalomból kétnapos programot készítettünk az ott élő, illetve a hazatérő gyulafalviaknak. És persze mindenki másnak, aki... Így van, minden más, mindenki másnak, aki ellátogat hozzánk. A művelődési műsor készítésében Petőfi Sándor MME hogy vesz részt? Hát kérem szépen, a mi otthonunkban, a kultúrotthonban lesz az ünnepség sorozat, az ünnepség nagy része. Délután már kézimunka kiállítással indulunk, ahol a helyi kézimunka csoport kézimunkáit láthassuk, és valamint a csátaljai székely díszítőkör munkáiból látunk kiállítást, és este 6:30 pedig művelődési műsort látunk a Bács Gyula falvi művelődési egyesület csoportjainak a részvételével és a magyarországi vendégekkel.
És ugye készül egy kötet, dr. Lábadi Károly Dohányos falu címmel foglalta össze Bácsula falva történetét, a dohánytermesztés hagyományát és a szókincset, illetve a népdalokat, és ehhez a kötethez lesz egy CD melléklet. Mit hallhatunk ezen a lemezen? Ezen a lemezen Bárgyula falván gyűjtött népdalokat a helyi változatokban hallhatjuk. Bárgyula falván a 70-es években történtek ezek az énekes gyűjtések, és ezek alapján próbáljuk rekonstruálni a juhászzenekar, illetve a Bárgyula falviak égetőemese népdalénekes és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek a szakcsoportjai, citera zenekar és gyermek. Hány dalt jelent ez? Hát körülbelül egy 40 népdal van rajta, és hát úgy indult, hogy körülbelül, hogy március-áprilisban megkerestek, hogy az intézet népzenei archívumában hogy áll a Bárgyula falván fölgyűjtött népzene, és akkor amikor ezt kiválogattam, ez körülbelül egy 10 órányi eredeti hangzóanyag, és erről számunkra a legértékesebbeket kiválogattuk, és égetőékkel akkor rögtön kapcsolatba léptünk, és közösen fölvettük a nyár folyamán a lemezt. És milyen a Bárgyula falvi népzene? Miben különbözik? Nagyon érdekes. Hát a nyelvezete az ilyen őző, a szegedi kirajzásból, és Bánát, Észak-Bánátból települtek, és ez nagyon érdekes, és a dallam változatok is, csak sok dal csak itt van. Mi készítettünk egy ilyen rögtönzött videóklippet, ugye kaptunk egy rövid részletet tőled az egyik dalból, igen, amit Égető Emese énekel, és Bárgyula falvi képekkel takartuk, úgyhogy most ezt a rövid részletet, igen, mutassuk meg a nézőknek. Már könnyek szöktek a szemébe a videóklippet látva. Milyen érzés, vagy mi fogta meg a zene, a képek, vagy együtt? Együtt persze, természetesen a képek is, a zene is, az ének is, a gyönyörű őző nyelvjárásunk, ugye Emese nagyon szépen vissza tudja ezt adni. Hát így együtt ez így nagyon szép szerintem, nagyon tehát sikeres. Tehát azt mutatja, hogy jó dolog ott, igen, élni. Igen, igen, hogyne. Mégis gondolom önök is, mint falu azzal a problémával küzdködnek, hogy egyre kevesebb a fiatal. Mik most a mutatók? Természetesen a 2011-es összeírás alapján Bárgyula falvának 1728 lakosa volt. Azóta magyar állampolgárságnak köszönhetően több fiatal Nyugat-Európába próbálja meg a szerencséjét. Ez a településnek a 60-as, 70-es évek után ismét egy érvágás. De annyi pozitívumot tudok mondani, hogy egy ilyen kis településnek is 12 magyar elsőse van. Lakossághoz viszonyítva ez mindenképp pozitív. Ugyanazzal a problémákkal küzd, mint az összes többi délvidéki magyar település, munkanélküliség, egyedül a földművelés azt tud biztosítani megélhetést ebbe a pillanatban. Most például a búcsúra visszatértek a külföldön élő ottaniak? Hát igen, talán ez volt az első olyan búcsú, ahol észre lehetett venni, hogy a lakosságnak egy része már külföldön él. Azelőtt megszoktuk, hogy a búcsú alkalmával dupla annyi ember van a településen, viszont az egész napos program, tehát ilyen kirakodó vásár során látni lehetett, hogy a falunak a lakossága megcsappant.
a képekből mégis láttuk azt, hogy azért érdemes Bácsulafalván élni. Önöknek mi a legszebb a településben? Mit szeretnek legjobban? Lehet az egy épület, egy hely, egy rendezvény? Szerintem a legszebb az, ha Topolya felől, Hazombor felől érkezünk, talán 10 km, 7-8 kilométer távol is meglátjuk a sárga festésű templomot, és azt hiszem, hogy minden egyes gyulafalvinak, ha tengeren túlról vagy Nyugat-Európából érkezik, vagy csak Zomborból, ha meglátja a templom tornyot, megdobogtatja a szívét. Önnek mi a kedvence? Hát nem is tudom, nem tudok mit mondani. Én az egészet így együtt szeretem, ahogy áll, ahogy élünk ott, ahogy éljük a magyarságunkat. Ez így nagyon jó. A dohánytermesztést már említettem, ugye dr. Lábadi Károly kötete kapcsán. Van egy múzeumuk is, ami ezzel foglalkozik. Igen, hogy ne dohánymúzeum. Kovács István helyi dohánytermesztő kiállította a saját házában a dohánytermesztés sajátos egyedi eszközeit, és hát ugye mindenkinek a szabad bejárást adott, és mindenki megtekintheti ezt a kiállítást. Kik tekintik meg ezt a kiállítást? Érkeznek-e ide vendégek, látogatók? Persze, hát szervezetten is jönnek Szerbiából, Horvátországból, Magyarországról, a helyiek is, az iskola is szokott kiállítás, látogatást szervezni. Miközben látjuk a Dohány Múzeumnak a képeit, szeretném megemlíteni, hogy talán Gyulafalva az egyetlen olyan délvidéki magyar település, ahol tehát a Dohány Múzeum mellett Kovács Múzeum is egy tájház, egy hagyományok háza, valamint óra és régiség múzeum van. Tehát a helyi közösségnek nincs, nem foglalkozunk turizmussal, mégis hozzásegítjük ezeket az embereket, akiknek ez a kiállítás a magántulajdonában áll. A helyi közösség a múlt esztendőben és 2011-ben is több mint 10 külföldi szervezetcsoportot vezettünk, egésznapos programot tudunk nyújtani az odalátogatóknak. Tehát pedig már a falusi turizmusnak lépcsője. Esetleg gondolkodnak azon, hogy falusi turizmust tovább építeni? Természetesen vannak ebbe potenciálok, viszont ezt utazási irodák, külföldi utazási, főként anyaország utazási irodák nélkül nem igazán el lehet megvalósítani. Mi a maximumot, tehát mi az ismerettségeinket, a főként Magyarország ismerettségeinket kihasználva, évente több csoportot hozunk. Tehát részt vettünk a Határtalanul programba is, középiskolások, egyetemisták és budapesti nyugdíjas csoportok is jöttek a faluba. Említette, hogy ugye az utazási irodákkal kellene együttműködni. Erre vonatkozóan tettek valamilyen kezdeményezést, vagy hogy működik ez? Nem tettünk kezdeményezést, mivel a helyi közösség az nem turisztikai szervezet, tehát ez a Zombori Turisztikai Szövetségen keresztül kellene, viszont a falu szerintem a Pannon Televízió és a Magyar Szóból is nagyon lehetett látni, hogy Gyulafalva egy harcot vív ebbe a pillanatban Zombor város önkormányzatával. Hát nem felhőtlenek a viszonyaink. Ez pedig már egy másik téma. Igen. Most maradjunk az ünneplésnél, a 130 éves Bácsulafalvánál. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és a vendégeink voltak. Mi köszönjük. Köszönjük. Játékra fel! Ha kis csoportos vagy, alsóosztályos vagy, játsz velünk! Légy kitartó, ügyes és nyerj csodasarkot osztályodnak! Kattints a www.miankavaros.hu címre, oldd meg a feladatokat, küldj rajzokat, meséket. Start szeptember 27-én. Ajándék minden játékosnak. Nyerje meg a te csoportod, osztályod a 100.000 forint értékű csodasarkot. www.miankavaros.hu. Játékra fel! Diplomáért külföldre, diplomával haza. Sok vajdasági fiatal dönt úgy, hogy miután külföldön oklevelet szerzett, visszatér szülőföldjére. Ahhoz azonban, hogy a diplomáját itt is fel tudja használni, honosításra van szüksége.
nemrégiben készült el egy felmérés a honosítási eljárásra vonatkozóan a tapasztalatokról. A stúdióban pedig köszöntöm Ágyas Réket, ennek a felmérésnek a készítőjét. Te magad is Magyarországon tanultál, és miután visszatértél Vajdaságba, honosítottad a diplomádat. Mi a te személyes tapasztalatod? Ez így igaz. Hát én azok a szerencsés egyének közé tartozom, akinek nem volt különösebb problémája a diploma honosítása. Ugye én mesterképzésen végeztem szociológia szakon a Budapesti Corvinus Egyetemen, és az Újvidéki Egyetemen honosítottam a diplomámat. Az Újvidéki Egyetem honlapján elég egyértelműen fel van tüntetve az, hogy milyen dokumentumokat kell mellékelni. Ezt követtem én is, ahogy átadtam, másfél hónapon belül tulajdonképpen készen is lett a honosítási bizonylat. És különbözeti vizsgák nélkül ugyanaz a szakelnevezéssel nem volt különösebb problémám, úgyhogy sikeresen zárult az én esetemben ez a folyamat. Ez a bizonyos felmérés, ez például rákérdez arra, hogy mennyien ismerik egyáltalán a honosítás eljárását. És a válaszok azt mutatták, hogy a többség felületesen ismeri, vagy nem ismeri. Igen, ez nem ez a felmérés volt, hanem az aranymetsz és a Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetségével és Kutatók Szövetségével végeztük, és pont azok a doktoranduszokat kérdeztük, akik majd a jövőbe akár honosítatnák a diplomájukat, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy igen, valóban azok, akik érintettek lesznek ebbe a témába, hogy mennyire nem is ismerik, és hangsúlyozom, hogy ez doktoranduszokról van szó. Tehát az, hogy akik a mostani egyetemisták, akár alapképzés vagy mesterképzésen vesznek. Nagyobb számban ismerik? Arra vonatkozóan nincs adat, de ugye ez a kutatása, hogy folyamatosan épült és épült, ezzel kapcsolatban már kerekasztal beszélgetéseket tartottunk a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve Magyarországon. Szegeden voltunk, Pécsen, illetve majd Budapestre tervezünk menni, és ott az derült ki, hogy valóban nem ismerik a diákok ezt a folyamatot, illetve ahogy ismerik, az tulajdonképpen annyi, amit a sajtóból tudnak. És ami a sajtóban megjelenik, azok elég téves információk, mert a legutóbbi cikk, amit én is olvastam ezzel kapcsolatban, ott azt hiszem a cikk címe pontosan erről szólt, hogy milyen hosszadalmas folyamat is százezrekbe kerül. És ez abszolút követhető, hogy mennyi illetéket kell befizetni ugye az egyetemeknek, illetve az pedig ugye körülbelül ebből a kutatásból kiderül, hogy mennyibe kerül bizonyos diplomának a honosítása, ugye a fordítási költség a másik része. Azt mondjuk akkor el, hogy körülbelül mik az összegek? Hát körülbelül az alapképzés, például az Újvidéki Egyetem 24 ezer, az alapképzés 36 ezer, a mesterképzés is 54 ezer, ha jól tudom, igen. Jól mondtam, igen, amit be kell fizetni az Újvidéki Egyetemnek, és akkor plusz erre jönnek a fordítandó költség, vagyis amit a mellékleteket kell fordítani, és akkor így, amit tulajdonképpen kékkel mutatja az áplán, az úgy körülbelül ennyibe jönnek ki az egész a diplomahonosításnak a költségei. De ezt hangsúlyozom, hogy változó, azért, mert attól függ, hogy ugye mit kér az egyetem, mennyi mindent kell lefordítani. Vannak olyan szakok, ahol kérik a szakdolgozatnak például a fordítását, ez nyilván meg tudja nyomni ezeket a költségeket. De a legtöbb esetben ezek azok, ami előfordul. Azt hiszem, nem csak a médiában jelennek meg néha téves információk, hanem a közbeszédben is. Tehát arról hallani, hogy egyrészt ugye drága, másrészt pedig nagyon hosszadalmas folyamat, bonyolult folyamat, nagyon sok mellékletet kérnek, különbözeti vizsgákat kell lerakni. Igen. Mi a helyzet a különbözeti vizsgákkal például? Mert valaki azt mondja, hogy semmi, valaki pedig egy csomó vizsgát le kell, hogy rakjon. Hát igen, na engem is ez volt az, ami hajtott tulajdonképpen, hogy ez a kutatás megszülessen, amit még el akartam mondani, hogy ez egy civil szervezet keretein belül, a házi tanítói szolgálat keretein belül valósul meg. És ahogy említettem, a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány is támogatja ezt a kutatást. És valóban itt a legfontosabb dolog ugye az volt, hogy a különbözeti vizsgákkal mi a helyzet. És kiderült, hogy összesen ami használható adat, az 212 adatról beszélek. Ebből 26-an jelezték csak azt, hogy volt, vagy pedig lesz különbözeti vizsgája.
és ebből a 26 egyénből tulajdonképpen olyan szakok jelennek meg, aminél úgymond észszerű, hogy különbözeti vizsgát kell tenni, például Szerbia földrajzáról beszélünk a geográfusok esetében, vagy a magyar nyelv és irodalom szakosok esetében a vajdasági vagy délszláv irodalom kapcsolatban, ami nagyon érdekes, hogy a gyógypedagógia, illetve a logopédus végzettségű egyének esetében irreálisan sok vizsgát kapnak. Tehát itt 6-7, de van olyan egyén, akinek 11 vizsgát is adtak, és ugye ez, ennek tulajdonképpen semmi köze ahhoz, hogy most itt Szerbiában más lenne, vagy Magyarországon más lenne. Ez egy olyan dolog, amivel majd még foglalkozni kell, mert ez ugye most ebből a kutatásból derült ki, és így már nem csak a szóbeszédre építkezik, ugye, hanem itt tényleges adatokról van most szó. Ugye említetted, hogy vannak különbségek külföld, illetve Szerbia között, például a földrajz tekintetében, illetve akik külföldön tanulnak a szerb nyelvet, már bizonyára nem ismerik olyan jól, még hogyha itt meg is tanulták egyszer, az évek alatt el lehet felejteni könnyen, hogyha nem használják. Igen, hát a kutatásra arra is keresem a választ, vagy azt is próbáltam megnézni, hogy a hazatért értelmiségnek ugye mégis milyen a munkaerőpiaci helyzete. És ugye itt maga, igen, a nyelvhasználat, rá is rákérdeztem is, hogy hogyan ismerik ugye a szerb nyelvet, és hát körülbelül ugye a legtöbb, tehát körülbelül fele-fele arányba oszlik meg az, hogy mennyire beszélik a szerb nyelvet. Van egy bizonyos százaléka, az 12%-a, akinek jelenleg is problémát okoz, a hiányos nyelvismeret, 10% volt csupán az, aki azt állította, hogy olyan munkahelyet kellett neki keresni, ahol csak is magyarokkal dolgozik. 4%-a volt az, aki azt mondja, hogy vagyis aki állította, hogy kezdetekben problémát okozott, de külön órákat vett fel, és így már annyira nem nehézkes neki, és a többi, tehát a nagy többség tulajdonképpen vissza tud tanulni, vagy mindig is jól beszélte a szerb nyelvet. Különösebb problémát tehát nem okozott az ő esetükbe. De nyilván azért okoz. Nehezebb. Igen. A honosított diplomával hogyan tudnak elhelyezkedni a fiatalok? A munkáltatók hogyan fogadják ezeket a diplomákat? Erre is vonatkozott a felmérés. Hát igen, az, hogy hogyan fogadják ezeket a diplomát, arra konkrétan nem tér ki. Az, de viszont, hogy sikerült-e vele elhelyezkedni? Igen, de hogy sikerült, igen, arra tér ki a kutatás, hogy szakmáján belül sikerült-e munkát találni, és ezzel kapcsolatban mindjárt puskázok egy kicsit. Igen, 80%-a mondta a válaszadóknak az, hogy van munkahelye, és ebből körülbelül ebből a 80%-a szintén azt mondta, hogy végzettségének megfelelő, vagy körülbelül megfelelő munkát végez. Mit mondanak egyébként így a fiatalok, most az már gondolom nincs benne a felmérésbe, de te találkoztál velük, hogy miért honosítják a diplomájukat, mi az, ami visszahozza őket a szülőföldjükre? Hát igen, nár és kitér a kutatás, majd egy tanulmányban összegezve lesznek ezek a részek is, viszont ami eddig kiderült, hát egyrészt, hogy a család, illetve a barátoknak van egy olyan erős, vagy ennek van egy olyan erős kapcsolata, vagy hogy is fejezem ki magam, ami tulajdonképpen egy ilyen visszahúzza ezeket a fiatalokat. Nem a munka miatt, illetve nem azért, mert olyan fényes jövő vár itt rájuk, hanem inkább a család, a barátok miatt térnek vissza. Akkor most még várhatunk egy... Ebből igen, egy tanulmány el fog készülni, illetve lesz egy ilyen táblázatba fog szerepelni majd tulajdonképpen karokra és szakokra lebontva, hogy kinek milyen tapasztalata volt, ami tulajdonképpen majd egy ilyen információ jellegű adatbázis lesz, akik jövőben honosítani szeretnék diplomájukat, hogy valahol el tudjanak indulni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Menedzsment, külpiaci és marketing ismeretek. Vállalkozásfejlesztési tréningsorozat Kárpát-medencei magyar vállalkozók számára. A képzéseket Szabadkán szervezik meg október 24-én és 25-én, november 13-án és 14-én, valamint december 4-én és 5-én. A részvétel ingyenes. Bővebb információ és a jelentkezési lap a www.crbnetwork.eu honlapon.
Születésnap, eljegyzés, lakodalom? Ünnepeljen a Pannon Rádióval. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát honlapunkon a pannonrtv.com-on. Hallgasson minket vasárnap 18 és 22 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy Facebookon. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. A lényeget önök is láthatták, kívánságműsor indul a Pannon Rádióban. Vasárnap 18 órától 22 óráig, tehát 6-tól 10-ig tart majd a műsor. Nótákat, illetve népszerű slágereket sugárzunk majd, a hallgatók pedig üzenhetnek, gratulálhatnak a családtagjaiknak, barátaiknak a különböző évfordulók, ünnepek alkalmából. A műsor házigazdája pedig Buzár Zsuzsanna lesz, akit a híradóból, illetve a napköziből is már jól ismerhetnek, most is épp a híradó stúdióból jöttél át ide a közügyekbe. Ez a műfaj sem áll tőled távol, a kívánságműsor. Nem, hiszen sok évig műveltem, illetve kisegítettem az egyik kollégát a Szabadkai Rádióban, hogyha ezt elmondhatom, hiszen tudják a hallgatók, a nézők, hogy több éven keresztül gyakorlatilag ott kezdtem a pályafutásomat, és én nagyon szerettem. Tehát hozzám úgy érzem, hogy közel áll az, hogyha valakinek örömet szerezhetek azzal, hogy teljesítem, vagy legalábbis beolvasom azt, amit ő szeretne üzenni, kérni, és én pedig továbbítom majd. Nagyon népszerűek az ilyen típusú műsorok, ugye több rádióban, illetve tévécsatornán is vannak ilyen műsorok. Minek köszönhetik a nagy népszerűségüket szerinted? Nagyon sokan elköltöznek ugye otthonról, tehát egy idő után kiröppen a gyermek a családból, és távolabb költözik, messzebb él majd a szülőktől, és ez valahogy egy picit együtt tartja a családot. És gyakorlatilag ez nagyon régre húzódik vissza, tehát régen is, a lakodalmakban is, ugye már előtte ezzel köszöntötték az ifjú párt. Sajnos manapság egyre kevesebb lakodalom és egyre kevesebb bál van, illetve, hát ugye a katonaságról is tudjuk, hogy már nem az, ami volt, pedig annak idején rengeteg, nagyon-nagyon sok nótát, dalt küldtek a kiskatonáknak a bevonulásra. És volt olyan, hogy hajnali 4-5-ig ezeket a dalokat, nótákat továbbítottuk. Ennek már nem ez a divatja, de hál' Istennek még mindig szeretik a hallgatók, és szeretnek így üzenni a barátoknak, a rokonoknak, és én úgy érzem, illetve hát remélem, hogy nálunk is ez működni fog, és hogy nagyon-nagyon sok zenei kérést tudok majd teljesíteni. Itt a Pannon Rádióban hogyan zajlik majd a gyakorlatban ez a műsor, tehát hogyan lehet majd kívánni? Jelen pillanatban van egy előre elkészített zenei lista, egy 60 zeneszámból álló lista, így indulunk, tehát ugye mindennek megvan egy felfutási ideje, és ezekből a zenékből tudnak válogatni a hallgatók a műsoridő alatt. Na most nem szeretnénk úgymond gubancot, tehát szeretnénk, hogyha sorba mennének, így kezdetbe a zeneszámok. Reméljük, hogy olyanokat tudtunk válogatni, ami közül majd a hallgatók is ki tudják választani azt, ami hozzájuk közel áll. SMS-ben várom majd az üzeneteket, valamint a Facebook oldalra, hogyha feljönnek, megkeresik a Pannon RTV oldalát, akkor oda is tudnak írni, illetve hát van e-mail címünk is. Talán ugye az SMS, az e-mail és a Facebook kicsit távolabb áll az idősektől, de azért mondjuk el, hogy hamarosan telefonon is lehet majd kívánni, illetve postai úton, akár most is. Nem csak a rádióban lesz kívánságműsor, hanem majd a tévében is. Hát erről még így előre olyan nagyon sok mindent nem mondanék, illetve nem is tudok nagyon sok mindent mondani. Szerintem az emberek nagyon szeretik az ilyen típusú műsorokat, és mondjuk Magyarországon van, hogyha mondhatom, a Kívánság kosár. Egy ehhez hasonló típusú műsort szeretnénk majd mi is természetesen a mi kapacitásunkhoz mérten. Illetve hát az itteni zenészekkel, itteni együttesekkel. Velük majd felveszük a kapcsolatot, és akkor megpróbáljuk itteni szinten megoldani ezeket a jó kívánságok teljesítését. És ami ugye fontos, hogy ebben a műsorban nem csak egyszerűen a kívánságok felsorolása lesz a dalokkal, hanem próbálunk valamilyen plusz tartalmakat is belevinni, például mit?
Például a legfrissebb, a legújabb lemezekről fogunk majd szólni, tehát ugye azért, hál' Istennek, megmaradtak a lakodalmas zenekarok, az úgynevezett lakodalmas zenekarok is, és ők nem csak a bálakban hallhatóak, hanem igenis vannak nekik hanganyaguk, amit kiadnak, ezekről is be fogunk számolni, illetve ízelítőt adunk majd belőlük, és hogyha minden jól megy, akkor esetleg egy-két zenekari tagot is be fogunk hívni a stúdióba, akiktől akár a hallgatók is kérdezhetnek. Tehát akkor vasárnap 18 órától 22 óráig kívánságműsor a Pannon Rádióban. Nagyon sok hallgatót, nagyon sok jó kívánságot kívánok neked. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm. Műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Legközelebb hétfőn lesz majd közügyek, akkor Fehér Márta várja önöket. Én megköszönöm a figyelmüket, szép estét, kellemes hétvégét kívánok!